És mellett is emeltem Hajdú Szabolcs, rendező, forgatókönyvíró és színész. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Én is köszöntelek. És ugye most hétvégén lesz a Hajdú Szabolcs retrospektív, ami gyakorlatilag az eddigi munkáidból, tehát azt át is ad neked a szót, ez hogy néz ki egész pontosan? Tehát ugye a legjobb műveidet láthatják az emberek? Nekem is meglepő volt, amikor megláttam, illetve kaptam egy e-mailt, hogy szeretnének egy ilyen kétnapos szeánszot csinálni. Uh-huh. Ott a Toldi moziban lesz 8-án, 9-én, tehát ezen a hétvégén, és az eddig elkészült filmeket levetítik. Ez több mint 10 évnek a munkája. Uh-huh. 5 játékfilm, Macerás ügyek, Tamara, Fehér tenyér, Biblioték Pascal of Hollywood, és 2 40 perces rövidfilm, vagy kis játékfilm, amit még a főiskolán csináltam, tehát ezek a főiskolás vizsgafilmjeim. Milyen érzésre töltöttél téged, amikor jött ez a megkeresés? Hát meglepő, hát igen, mert olyan, mint hogyha már így, nem, tehát... Már éppen temetnének. Igen, tehát valamilyen furcsa dolog, de szerintem ez inkább arról szól, hogy egy kicsit megelőlegezzék a következő filmemnek a bemutatóját, hogy megelőlegezzük, mert közvetlenül utána lesz 13-án az új filmemnek a bemutatója, a Déli bábnak, és egy kicsit föl lehet készülni. Erről is fogom beszélgetni, egy kicsit menjünk vissza a gyökerekig. Te mikor döntötted el, vagy határoztál úgy magadban, hogy te filmezéssel valamilyen úton, módon, formában szeretnél foglalkozni? Hát ezt még nem döntöttem el most se, szerintem. Nem, hát ez teljesen véletlenszerű eseményeknek a láncolatából következett. Én színészként dolgoztam hosszú ideig színházban, zenészként is tevékenykedtem, és egy barátomnak a biztatására beadtam egyszer csak a felvételi jelentkezést a Színház és Filmművészeti Főiskolára, most már egyetem, és onnantól kezdve így láttam azt, hogy ez így megy, működik, és azóta ezzel kísérletezek, tehát úgy mindig felmerül a kérdés, hogy érdemes-e még tovább folytatni, mert azért nem egy, hogy mondjam, nem mindig egyszerű a dolog, de hát egyelőre még ezen a pályán mozgok, úgyhogy... Elmondásod alapján arra merek következtetni, hogy te úgy érzed, hogy még nem vagy a pályádnak a csúcsán gyakorlatilag, és még számtalan dolgokra, amit még szeretném megvalósítani. Ezt majd akkor lehet eldönteni, hogy mikor van a csúcs, amikor az ember ott halálos ágyán még ott liheg 2-t, és akkor úgy végig gondolja, hogy hol volt az. Uh-huh. Mit tudom én, fogalmam nincsen, hogy hol tartok. Tehát uh-huh. én mindig megyek arra, merre hív a távolság, vagy hív az érdeklődési, az érdeklődésem, tehát mindig valami érdekel, és azt szeretném kommunikálni, szeretném megfogalmazni filmen keresztül, vagy színházi előadásokon keresztül. Ez most egyelőre úgy néz ki, hogy még folyamatosan filmen keresztül fog történni. 60 év múlva majd visszatérünk a kérdésre gyakorlatilag. Te mit tudnál elmondani, hogy az eddigi életpályád során mi volt az a dolog, amit téged a legjobban, tehát a te munkád volt, de mégis a legeslegjobban érdekelt az eddigi munkáid közül? Érdekes, hogy mindig a másik ember. Uh-huh. Mindig ami a másik emberből jön tulajdonképpen, az, ami elkezd. A nézők reakciórára gondolsz? Nem, a munkatársaim. Munkatársaim. Ugye ez nem egy magány. Tehát bizonyos része, a szakasz a filmkészítésnek magányos, amikor az ember írja a forgatókönyvet, de amikor elkezdünk forgatni, vagy vágunk, akkor mindig inkább az kezd el inspirálni, azok a találkozások, amik útközben jönnek, és amit a másik embertől meg tudok tanulni, vagy a másik emberbe, hogyha engedi, beleláthatok. Tehát ezek voltak mindig a legérdekesebbek minden filmnél. Lehet, hogy ez egy színész-rendező kapcsolatban nyilvánul meg, lehet egy operatőr-rendező kapcsolatban, vágó-rendező kapcsolatban, ezek mindig nagyon érdekesek. Ezek a legérdekesebbek igazából. Tehát akkor te is el tudod mondani magadról azt, hogy minden egyes munkád során te újabb ugye, kapcsolatokat teremtesz, és gyakorlatilag fejlődsz, te is már a munka közben is. Így van, és folyamatos átalakuláson megyek keresztül, tehát nagyon furcsa is egyébként visszanézni a régi filmeket, mert ma úgy érzem, hogy ahhoz már nincs közöm hozzá. Tehát, hogy látom, én nézem, hogy igen, ezt egy 20 éves fiatalember csinálta. Meg volt, leforgott tovább. Igen, tovább. Így leszakadnak, mint egy ilyen árnyék, és úgy ott marad. Úgyhogy furcsa. Beszéljünk kicsit a november 13-án, hogyha jól tudom, mutatják majd be a Déli bábot, így
beharangozónak mit tudnál róla mondani? Hát hosszú történet tulajdonképpen. Ez egy western film, egy magyar western film. Magyar gyártású western film, mert nagyon sok a külföldi vonatkozása, mert a főszereplője az egy elefántcsontparti amerikai színész, az Isaac de Bancole, aki a Jim Jarmusch filmjeiből, vagy a Lars von Trier filmjeiből ismert, vagy a James Bond filmekből ismert, és román színészek játszanak benne, persze magyarok is játszanak, tehát egy ilyen nagy nemzetközi film. A Torontóban volt a világpremierje egy hónappal ezelőtt, azóta már így járja a különböző fesztiválokat világszerte, és hát a magyarországi bemutatója az 13-án lesz, november 13-án Balmazújvárosban. Úgy döntöttünk, hogy ott fogjuk bemutatni a Balmazújvárosi Veres Péter Művelődési Házban, mert azt szeretném, hogy először azok az emberek lássák, akikről szól. Tehát azon a környéken forgattuk a Hortobágyon, és nagyon szeretném azt, hogy ezúttal ne az történjen, hogy az elit és a budapesti szakma lesz az első, akit megmutatjuk, hanem lássák azok az emberek, akiknek egyébként nagyon sokat köszönhetünk, és akikről szól az egész. Tetszik ez az ötlet. Kicsit puskázok, ne haragudj, de ha jól látom, akkor több helyen is nyilatkoztat, hogy morális válságba kerültél amiatt, hogy a film alap támogatásával készítetted el ezt a filmet. Ez... Hát ez egy olyan hosszú történet, hogy ez két mondatban most azt hiszem, hogy csak nagyon felületesen tudnám elmondani, és nem lenne eléggé árnyalt az a dolog, amire rákérdezel. Az tény, hogy nem volt egyszerű szülés. Egy film mindig nehéz, de hogyha nehezítik, akkor aztán végképp nagyon nehéz. És azt is említetted, hogy lehet, hogy nem fogsz többet filmet csinálni. Ezeket mennyire tartod valósnak amúgy? Ezek ilyen kiragadott mondatok egyébként. Ezeket a személyes fejlődésednek érzed, és majd ami jön. Tehát, hogy ezért nem tudsz előre nyilatkozni. Igen. Tehát egy film után az ember mindig úgy érzi, mert tényleg bele lehet fáradni, megöregedni egy filmnek az elkészítésébe, hogy soha többet, ebben nem megyek bele. Önmagában is mondom, hogyha semmi speciális bonyolítás nincsen, hogyha van, akkor aztán végképp úgy érzi az ember, hogy legalábbis ilyen körülmények között még egyszer ebbe az utcába nem szívesen sétálok bele, inkább valami más formát keresek, ami nem azt mondom, hogy egyszerűbb, hanem a kevésbé erodálja az embert morálisan, emberileg mondjuk így, tehát ahol meg tudod őrizni magadat tisztán. Hát akár így, akár úgy, szabad. Sok sikert kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.